Még a műteremben is csak az van írva, hogy Morell Mihály. Az, hogy valaki művész vagy nem művész, azt ne én mondjam meg, azt mondja meg más. Én Morell Mihály vagyok. Egy tulajdonképpen egy magányos alkat. Személyiségében is, hát gondolom erről majd a filmes kollégák úgyis sokat beszélnek, hogy egy filmes közösségben miképpen tudott Mihály bátyánk tevékenykedni, de biztos, hogy a képzőművészetben egy, ha nem is elefántcsontorony volt, de egy elkülönülő, szinte arisztokratikus személyiségnek számított. Szóval, hogy mondjam, nem az a büfé művész volt, aki bejön a munkahelyre, és akkor ott rögtön megy a tracs, és mert a filmgyár az félig ilyen volt. A vágószobában való találkozásainkkor nagy örömet jelentett számomra, ha ő a maga szűkszavú módján valamilyen beállításomra, vagy kompozíciómra, vagy világításomra azt mondta, hogy ez rendben van, Tamáskám. Mindig úgy nézett ki, mint a most húzták volna elő a szalomból. Tehát ő abszolút egy, erre szokták mondani, egy régi vágású úriemberként sétált a filmgyárba. Csináltatott magának olyan kötényt, amit a suszterek hordanak. És aztán egyszer bejött a Keleti Márton, és azt mondta neki, Misikém, milyen kötény van magán? Marcikám, Schuster munkához, Schuster kötény, mondta, és kihúzta magát. Szóval ennyit a pénzkereset és a művészet kapcsolatáról. Oda lent van, uram! Nem igazán tudja a külvilág, hogy volt egy első verziója a Szimbádnak, ami egy történet elejétől a végéig. Hát nem volt rendkívüli. Megfordította a filmet. Az elejéből csinálta a végére, a végét az elejére, szétdobta a jeleneteket. Elindult a film vetítés, tömve volt a nagyvetítő, és hát egyszer csak valahogy leszakadt a plafon, mert valami olyan hihetetlenül sikeres lett a film, és olyan őrületes tombolásba tört ki a vetítő közönsége, amire hát van példa, de nem olyan gyakori. Én mondjuk a művészi ambícióm nem is a vágás volt. Én nagyon szerettem vágni, és nagyon érdekes, izgalmas volt, örömmel csináltam, de nem hittem sose, hogy most én ebből fogok egy nagy erkölcsi profitot learatni erről. Nekem ez szembe sem jutott. Nekem mások voltak a szándékaim, amit lehet, hogy később sikerül beváltani, vagy sem, hát ez egy megint a jövő kérdése. Nagyon jól emlékszünk sokan a legendás Leheluti műteremre, amelynek a hangulatát ez a oszloprendszer és ezek a kis plasztikák rendkívül erőteljesen sugározzák. Azt kérte tőlem, hogy próbáljam meg egyben tartani a festményeit, meg a szobrait. Ez kivételes, hogy tudnánk egy olyan kiállítást csinálni, hogy a képek a falon és szobrok pedig posztamenseken, de minden esetre az anyag az hihetetlen rendelkezésre. Valamiből válogatni. Májusra ecett fa, vagy keseri lapú leszek. Akkor volt érdemes élni, mikor titokzatosan lehetett megjelenni éjjel a kertek alatt, megkopogtatni az ablakot, gyönyörű szavakat mondani várakozó nőknek, amikor lángolni lehetett, elhervadni.